Tegnap azt mutattuk meg nektek, hogy hogyan lehet narancsléből és keményítőből vérnarancslét csinálni, viszont két nagyon fontos dolog kimaradt abból a videóból. Az egyik, mindig nézzétek meg, hogy a keményítőnek mikor jár le a szavatossága, mert ha pont április 1-én, akkor sajnos nem fog működni a dolog. Tudom, menjek el oda, ahova gondoljátok, viszont a másik dolog, amire még érdemes odafigyelni, az az, hogy mielőtt kitöltitek, vagy mielőtt megbontjátok a narancslét, előtte a doboznak a végét vágjátok le, öntsétek ki belőle a narancslét, majd pedig töltsétek fel egy másik folyadékkal, ami nagyon hasonlít színben a narancsléhez. Hogy mi ez a folyadék, ezt nagyon szívesen megmutatnám, hogy hogy kell csinálni, csak az a helyzet, hogy nekem volt a szertárban még nyárról, de ennek ellenére most megcsinálhatjátok, csak nem tudok most kurkumát szerezni. De ezzel el is árultam, hogyha sima kurkumát, amit a boltban vásároltok, egy teáskanállal beleraktok alkoholba, mondjuk denaturált szeszbe, elég hozzá egy körülbelül fél deci, azt pedig felöntitek vízzel, akkor egy ilyen tökéletes narancslészerű... Egy ilyen tökéletes narancslészerű löttyöt fogtok kapni. Oké, ez már állt egy napot úgy, hogy leülepedett, annyira már nem jól működik, szóval mindig frissen csináljátok. A kurkumában található egy kurkumin nevű vegyület, ami alkoholban egész jól oldódik, vízben viszont elég gyatrán, ezért is lesz olyan zavarosabb, sokkal narancslészerűbb maga a folyadék kinézetre. Ez pedig egy sima savbázis indikátorként is használható, méghozzá úgy, hogy lúgos közegben pirosra vált a színe, a többi tartományban pedig szép sárga. Ebből pedig az is következik, hogy nyilván nem a keményítős vizet használtam, hanem egy másik pohárban sima lefolyó tisztítót raktam bele vízbe, ami a lúgos közeget eredményezte. Hát tudom, hogy ilyenkor mindenki azt mondja, hogy ő bezzeg nem dőlt be, de remélem azért legalább egy picit bevettétek, és a kiegészítés azért nagyon fontos, hogy mindig megfelelő forráskritikát kell gyakorolni, bárhonnan is jön az info. A tudomány az nem tekintélyelve működik, hogyha valaki így mond valamit, akkor biztos így is van, mert hogy nem az számít, hogy ki mond valamit, hanem az, hogy ezt milyen tények támasztják alá. Na jó, jövő héten egy másik színváltozós kísérlet jön, az már valódi lesz, úgyhogy remélem várjátok már a szerdát. Sziasztok!